Én szeretettel köszöntöm a kedves kollégákat, és őszintén megmondom, hogy az, hogy amikor én jövök el önöket köszönteni, és engem köszöntenek, engem ez mindig úgy zavarba hoz, hogy én ezen nem tudok változtatni. A mi tanszékünkön volt egy olyan szokás, hogy számba vettük, hogy az öreg diákjaink, mert hogyha sokat jár az ember egy helyre, akkor van úgy, hogy ott emberi kapcsolatok szövődnek, meg számon tartottuk a született gyerekeket is a munkatársainknak, és volt 50%, és aztán volt 100%, hanem most, hogyha az én családi pedigrémet megnézik, akkor én ilyen 100% gyerekgyógyásznak számítok, hogyha ezt nézzük, úgyhogy azt hiszem, amióta engem ebbe a hivatalba meghívtak, azóta azt hiszem minden évben, vagy talán egyszer lehet, hogy kihagytam, de minden évben találkozunk. És ami miatt ez nagyon fontos, hogy most is találkozzunk, ez a munka nevén Vasgyúró programként emlegetett program lehet egyébként, hogy talán egy elnevezés pályázatot, mert félünk, hogy ebből a Vasgyúróból a lányok kimaradnak, de most a 14-20-as uniós programok tervezésekor nagyon fontos, hogy a szakmákkal eljussunk egyfajta egyetértésre, hogy melyek azok a szakmai irányok, amiket a következő időszakban képviselni fogunk. És egy olyan munkamegosztás van közöttem és Gyuri között, hogy Gyuri beszél a részletekről, ami részben a most folyó tevékenységnek az összefoglalása, részben az irányok kijelölése, és nagyon szeretném megköszönni azt a több száz hozzászólást, ha jól emlékszem, március elején volt valamikor az a találkozó, amikor a szakma vezetőivel találkoztunk, és nagyon köszönöm azokat a hozzászólásokat, amik alakították a programot. Én nagyon azon vagyok, hogy ezek a programok, amiket mi megfogalmazunk, ezek ne maradjanak csak az írott szó szintjén, vagy ne maradjanak ilyen pártpolitikai nyilatkozatok szintjén, hanem minden mögött legyen szervezési, legyen anyagi, és elsősorban legyen emberi realitás. És ez egy nagyon hosszas munka, az előadásban, Gyuri előadásában ott van benne például a korai fejlesztési program, az a védőnői szűrőprogram, ami egy új megközelítést ad a védőnői munkának. Na most emögött ott van egy projektszervezet, emögött ott van egy szervezetten dolgozó módszertani csoport, emögött ott lesz az, hogy a védőnőket táblagépekkel felszereljük, emögött ott van egy központi információrendszer specifikációs folyamata, a házi orvos látni fogja a védőnő jelzéseit, a 86 féle űrlap eltűnik, ezeket mind számba vették, egységes praxis nyilvántartás lett, tehát ezeket mind mögé pakoljuk, hogy egy két év múlva már másról beszéljünk, úgyhogy mi azon leszünk, hogy minden olyan tétele, ami ennek a sok munkával és az önök segítségével összeállított programlista mögé oda kerüljön a végrehajtás pragmatizmusa, az anyagiak és a szervezett emberi erőforrások.